Alapítványunk önkéntes csapata újra útra kelt a helyi gyermekorvosokhoz és családsegítő intézményekhez, és azokhoz, a családokhoz, ahol nem mindennapi kihívásokkal kell megküzdeniük a szülőknek. Az elmúlt 10 évben 41 családnak gyűjtöttünk felajánlásokat az önök pótolhatatlan segítségével. Ennek értéke meghaladja a 7 millió forintot. Ez az összeg is szerény szükségleteik, egészségügyi és rezsikiadásaikhoz, amelyek a támogatott családok költségvetését terhelik. Idén is lehetőségünk adódik a hagyományos adventi siófoki jótékonysági est alkalmával összefogni, hogy segítsük Natasa, Colett és Dominik családját, a gyermekek gyógyulását és életminőségük javulását. Natasa születési rendellenességgel született. A kórházban a doktor urak felvették a kapcsolatot a Veszprémi PIC osztálya, hogy mi lehet itt a probléma, illetve mi lehet itt a teendő. Ott derült ki, hogy a nyelőcső nincs köttetésbe a gyomorral, és ugye ebből adódóan történt az, hogy ő folyamatosan vizet hányt. Ekkor derült ki, hogy neki muszáj lesz egy gyomorműtétet elvégezni, ami alapján gyomorszondát kell, hogy kapjon. Beépítették neki a gyomorszondát, de ugye ők megpróbálták összeköttetésbe hozni a gyomrot, illetve a nyelőcsövet, de sajnos ugye nem sikerült, ezért maradt neki a gyomorszonda. Ezzel ugye ő nagyon sokáig ugye kórházban volt, ezt meg kellett tanulni, hogy kell őt ezen táplálni, tisztítani. Egy ilyen narancssárga csövet kell elképzelni. Utána kapott egy ilyen peget, ami egy ilyen szilikon cső volt. Ezzel nagyon sok problémám volt sajnos, mert ezt havi szinten kellett cserélni nála. Volt, mikor etetés közben eldurrant a benne lévő víz, ugye akkor nem tudtam őt etetni. Volt, mikor éjszaka történt ez, akkor azonnal szólni kellett az adott hölgynek, aki ezt ki tudta cserélni. Sajnos kislányt olyan mértékben nem tudtam vele táplálni, hogy kellett volna. Natasa jelenleg óvodában jár, a Sárpádi óvodában, integrált óvodában, tehát jól fejleszthető kislány. Születésétől ugye Down-szindrómás, emellett egyéb egészségügyi problémái is voltak. Az intézményünk szociális támogatás, mentális támogatás mellett egészségügyi támogatásban is részesíti a családot. Az apa, Richard, ő az építőiparban dolgozik. Az édesanyja jelenleg még gyesen van, azonban szeretne a munkavilágába visszaintegrálódni, szeretne boltosként elhelyezkedni, jelenleg munkát keres. Ő 8 hónapos korában volt neki ez a műtét, ugyanitt Budapesten, ugye őt fel kellett vinni Budapestre. Ez egy 3 órás műtét kezdődött, de ebből ugye lett 5 óra hosszás műtét, mert hát ez egy nagyon bonyolult műtét volt sajnos. De viszont kapott egy vékony beleszondát, ugye, hogyha a táplálása nem úgy fog alakulni, hogy kellene, ugye valahogy táplálni kellett még ezen. De hála Istennek, Matika 2 nap után elkezdett tenni, mert ugye ő neki nyitva volt a nyelőcső rész, itt ki volt hozva oldalra annak idején a nyelőcsőbe, itt kifolyt a nyál, és akkor ő neki egy minimális mennyiséget a száján mindig kellett adni, amikor szondán etettem, hogy a nyelést tanulja. Külföldön is vizsgáltatták a gyereket, illetve ott is történt egészségügyi ellátása. Siófokról vissza Somtelepülésre, ugye szeptemberben költöztek, ennek az oka pedig az volt, hogy Siófokon sokan éltek egy háztartásban, és hogy ezt is megszüntessék, ezért bevállalták, hogy 5 év alatt részletekbe fizetik a jelenlegi családi házat, és így 3-an tudnak ebben a házban végre együtt lenni. Ugyanolyan gyerek, mint a többi gyerek, csak ő neki hátrányai vannak különböző dolgokban, amire például fejlesztésre van szüksége. Ha a támogatást kapnánk, akkor a kislánynak a fejlesztésére, illetve fejlesztő eszközöket vennénk rajta, ami segítenék őt, ugye, hogy ő megtanulja az alapvető dolgokat. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen lesz egyik pillanatról a másikra. A gyermek egy nagyon ritka idegrendszeri betegségben szenved, melynek neve Guillain-Barré szindróma. Ez a betegség
szinte maradványtünet nélkül gyógyítható. Egyszer így mondta, hogy fáj mindenem, és nem is kezdett el készülődni, és ez már így fura volt, és akkor nem mondom, jó, akkor segítek, és akkor üljünk föl, és fölültettem, és visszafeküdt. Megint fölültettem, megint visszafeküdt, és kérdeztem, hogy miért fekszel vissza. Hát kell készülni, pólót húzni, no, azt nem tudjuk fekve, és akkor mondta, hogy hát fáj. Elég gyorsan megkezdték a célzott terápiát, melynek köszönhetően azért nagyon sok tünet, ami a Guillain-Barré szindrómával jár, ki sem tudott alakulni. És akkor így elkezdett úgy menni, hogy én tartottam a súlyát, de a járást gyakoroltuk. Gyógytorna segíthet, gyógyúszás, gyógymasszázs, aztán különféle tornák. Jelen állapotban széles alapon elég komoly egyensúly és koordinációs problémával, de kis segítséggel járóképes. Ezt így hála Isten ki lehet jelenteni. Dolgozunk a gyermek további mozgásfejlődésén, de még sok munka van előttünk. Igazából itthoni eszközök, amivel az itthoni tornáját tudom segíteni. Ahogy hallottam, ugye ezzel a Guillain-Barré szindrómával kapcsolatosan, ez mellé általában szokott jönni mellékbetegség is. Ami a Dominiknál is van, ez a desecista, illetve az epilepszia is lehet. Vizsgálatok alapján mind a kettő ugye van. És az epilepszia úgy néz ki, hogy eltűnőben, de még ugyanúgy kell szednünk gyógyszert rá, illetve a vesetiszta, az viszont lehet örökletes is, illetve azt meg rendszeresen kell figyelni, hogy növekszik-e, nem-e. Én mindenképpen ajánlom ezt a gyermeket a figyelem középpontjába, mert, mint mondottam, ez egy teljesen gyógyítható betegség, amihez azért nem kevés anyagi hozzájárulás is szükséges, és amely megterhelő a szülők számára. Igen. Colette koraszülött volt. Egyelőre még nem derült ki, hogy miért valószínű, hogy én nem tudtam volna tovább kihordani, ezért akadtak problémáink, ami miatt orvosi kezelésre szorult, ugyanis ő féloldali spasztikus bénulást szenvedett egy oxigénhiányos állapot miatt. Már mondhatom azt, hogy a tavalyi évi kontrollvizsgálatok azt igazolták, hogy szinte mindent kihoztunk ebből, majdhogy nem teljesen egészségessé tudtuk tenni. Azt, hogy önneki problémája van, azt igazából csak az látta és tudta, aki tudott róla. Egy nagyon-nagyon értelmes, okos és ügyes, kitartó kislány lett belőle. Az általános iskolába évtanulójának is megválasztották. Jelenlegi középiskolájában mindkét évet olyan jó eredménnyel zárta, hogy jutalomban is részesült. Colette a gyakorlata után elment nyári munkára, mivel elmúlott már 16 éves. Hát innen az egyik délután a munkahelyéről ment volna hazafele, volt, ahol állt a bicikliét az ebrán, de egy autófékezés nélkül neki ment és felrögte. Hát a mentősök másfél órás küzdelme után tudták helikopterbe rakni, és automatikusan Pécs mellett döntöttek az ottani orvosok. Colette a balesetre után nagyon hosszú ideig több központot is megjárt, végtag sérülése volt, mellkasi sérülése, illetve többszörös koponyaüreg vérzése, több operáción is ismételt úgynevezett reoperáción esett át. Az állapota jelenleg azért igényel intenzív osztályos ellátást, mert a
többi sérülése el lett látva. Az egyetlen probléma az, hogy ő jelenleg gépi lélegeztetés függő, önállóan lélegeztetőgép nélkül nem megoldott az ő légvétele. Táplálása szondán keresztül történik, sajnos ő nálóan nyelni enni nem tud. Mindenképpen az lenne a cél, mind az intézmény számára, mind a család számára az volna hosszú távon a legjobb megoldás, hogyha az otthoni lélegeztetési programról bekerülhetne. Hogy masszíroznom kellett, a tornázásba segíthettem, a fürdetésekkor mentülhettem és segíthettem. És akkor lett testileg, mondhatom azt, hogy egyre jobb állapotban volt. A fején lévő beavatkozásokat is nagyon könnyedén átvészelte, rövid antibiotikus kezelések után a sebei is nagyon szépen gyógyultak, és a CT eredménye is mindig egy kicsikét biztatóbbak volt. A családnak valamilyen kell, hogy biztosítani kell a 24 órás felügyeletet az év 365 napján. Nyilván ez a családra egy fokozott anyagi, fizikai és lelki terhet ró. Mi ezt nem vállalja. Ez a család az nagyon ritka. Tehát a többség sajnos nem is szokta tudni, vagy nem meri ezt vállalni. Én nagyon tisztelem a családot, hogy ebbe egyáltalán bele mernek válni. És ebben, amivel csak tudom, nyilván a mi eszközeinkkel és lehetőségeinkkel segítünk, de ennek valószínűleg biztosítania kell majd a megfelelő körülményeit. Nem tudjuk még, hogy mi vár ránk, de azt már el tudtuk dönteni, hogy bármi feladatot kapunk, azt meg fogjuk oldani a következőre. A családok támogatására idén is jótékonysági estet szervezünk Siófokon 2018. december 8-án, szombaton délután 16 órai kezdettel a Művelődési Ház színház termében. A koncerten Teleki Miklós orgonaművész és a Reménység Alapítvány énekkara lép fel. A rendezvény fővédnöke Vicman Mihály országgyűlési képviselőnk lesz. A családokat otthonukban meglátogattuk, és érdemesnek találtuk őket a támogatásra. Fogjunk össze, és az anyagi segítségen túl a jelenlétünkkel is érezzünk együtt azokkal az embertársainkkal, akik igen nagy kihívásokkal élik meg mindennapjukat. Ha figyelsz másokra, rád is figyelni fognak. Viszontlátásra!